Ezek a régi fényképek emlékeztetnek már csak bennünket arra, milyen volt a Városháza nagytanács termének fala az 1938-as székesfehérvári országgyűlés idején. Bár még üresek a falak, a 2013-as emlékévre mindez megváltozik. A jeles évfordulóra ugyanis a közgyűlési terem átalakul. Újra felfestik ugyanis a székesfehérvár jelentős történelmi eseményeit bemutató 1938-as feliratot a Városháza nagytermében. Az eredeti falfestést már nem lehet restaurálni, ez derült ki az előzetes vizsgálatokból. A felületet azonban már előkészítették a rekonstrukcióhoz. Ezt a Székesfehérvár Városgondossága Kft. Szakemberei végezték el. Azt gondoltuk, hogy nyilván itt a restaurátorral egyeztetve, hogy az alapfelületeket mi megpróbáljuk előkészíteni, hogy ez már ne a restaurátornak legyen a feladata. Itt meg kellett szüntetni a függöny akasztó lukakat, megtörténtek a falulet előkészítései, és hát a végleges színeket megpróbáltuk produkálni, úgyhogy elvileg most ez a felület elő van készítve arra, hogy a rekonstrukció elkezdődhessen. A felirat évszámaiból kiderült, joggal mondjuk, hogy Székesfehérvár hazánk történelmi fővárosa, melyre büszkék lehetünk, mondja Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városhoz érkező vendégeknek, az ide látogató turistáknak meg lehet mutatni, hogy igen, ez a város sok száz éven keresztül központja volt ennek a nemzetnek, ezt erre a múltra a város büszke, emlékszik, ennek a felelősségét érezzük, átérezzük, és ennek megfelelően próbáljuk a várost a következő évtizedekben is építeni. Tehát azt gondolom, hogy a maga művészeti alkotás is nagyon sok embert fog ide hozni, de egyben szerintem mindenki Fehérvár tudatát fogja erősíteni. A mintegy 3600 betű és írásjel megfestése várhatóan októberben kezdődik. A tervek szerint jövő év elejére fejeződik be a munka.